Természetesen bemelegítéssel kezdték a napot a versenyzők a második Cegléd Fürdőfutó Fesztivál rajtja előtt. A Ceglédi Futóklub szervezésében a Budai úti futókör és strand adott helyet idén is az eseménynek. Miután mindenki jól átmozgatta magát és megnézték a Rölövé Tánciskola bemutatóját, hivatalosan is megnyitották a sporteseményt. A szervezők mellett Hegedűs Ágota alpolgármester is köszöntötte a versenyzőket. Mint tudjuk, a mozgásnak és a sportnak, a futásnak óriási szerepe van az egészségmegőrzésben, a test és a lélek gyógyításában. Az együttfutás öröme, életérzése közösségeket kovácsol össze, mint ahogy itt is látjuk, közösségek vannak jelen. Egyre több tömeg sport rendezvény van országszerte, melyen fiatalok és idősek egyaránt részt vesznek. Cegléden nem volt ilyen fesztivál, de tavaly a Ceglédi Futóklub megálmodta és meg is valósította az első fesztivált, és immáron itt vagyunk másodszor is. Idén is több távon, 300 méteres tipegőfutamon, 2 kilométeres élményfutamon, illetve 7, 14 és 21 kilométeren indulhattak a nevezők. Újításként a 21 kilométert váltóban is futhatták a versenyzők. Teljesen egyértelmű volt, hogy idén is nekifutunk, és ahogy a köszöntőbe is említettem, tényleg azt vállaltuk fel, hogy egy hagyományt teremtünk, tehát lesz harmadik, meg lesz negyedik, lesz ötödik, de mindig egy nagy izgalom, hogy hányan fognak jönni, kik fognak jönni, visszatérnek-e azok, akik múlt évben voltak, de azt tudjuk mondani, hogy szerencsére igen. Több mint 400-an álltak a rajthoz a nap folyamán. Pontban 9 óra 30 perckor pedig el is tartoltak a hosszabb távok versenyzői. 5, 4, 3, 2, 1. A körök között frissítővel várták a futókat. Fiatalok és idősebbek egyaránt indultak a megmérettetésen. Voltak, akik egyénileg, és voltak, akik csapatban érkeztek a versenyre. Igazából mi rajongók vagyunk. Ergo Szikora Robert rajongók, és kitaláltuk azt, hogy csinálunk egy csapatot, és végülis ez Robinak szeretnénk örömet okozni ezzel, és ez a debütálásunk igazából. Sorban érkeztek a befutók, mindenki nyakába érem került. A távok legjobbjait azonban külön is díjazták. Bella most indult először a futófesztiválon, de a versenyzés nem volt idegen számára, hiszen triatlonozik és versenyszerűen úszik is. Tavaly nem tudtunk részt venni, mert valami közbe jött, és nagyon örültem, hogy idén itt lehetek. És milyen volt a pálya? Hogy érezted magad futás közben? Hát igazából nem fáradtam el annyira, csak itt a végén, amikor meg kellett húzni. Bella végül a dobogó legfelső fokára állhatott. Az érmek és ajándéktárgyak mellett minden induló ingyen strandbelépőt is kapott. De a kiállító sátrakban egészségügyi felméréseken is részt vehettek az érdeklődők.